Világszerte növekszik a diabéteszesek száma. Hatékony kezelésükhöz elengedhetetlen vércukorszintjük rendszeres ellenőrzése. Ezért a betegek naponta többször is mérik ezeket az értékeket, de van, hogy két kontroll között a vércukorszint hirtelen zuhanása vagy emelkedése miatt rosszul lesznek és sok esetben az ájuláshoz hasonló hipoglikémiás állapotba kerülnek. Andrea kisfia egy ritka betegség miatt súlyos cukorbeteg. Ez azzal jár, hogy egyik pillanatról a másikra ingadoznak az értékei, amit képtelenség vércukormérővel követni. Néhány hete viszont egy olyan eszközt használnak, ami folyamatos információkat küld a gyerek állapotáról az okostelefonjára. Ha kapunk egy értesítést a rendszertől például, hogy meredeken esik a cukra, akkor még a hipoglikémia bekövetkezése előtt be tudunk avatkozni szőlőcukorral, és ezért nem kell attól félnünk, hogy a gyerek olyan súlyos hipoglikémiás állapotba kerül, hogy esetleg kórházba kell vele menni. Ez a forradalmian új fejlesztés a bőr alatti szövetben lévő cukor mennyiségét méri. Az egész rendszernek a lelke egy szenzor, egy érzékelő, amit egy belövő eszközzel behelyeznek a bőr alá. Erre rácsatlakoztatnak egy távadót, ami Bluetooth technológiával a használónál lévő mobiltelefonra közvetíti ezeket az adatokat, amit a szenzor mér, hogy a szövetben mennyi a cukor, egy 5 percenkénti átlagot, átlag értéket eljuttat a Bluetooth-on keresztül a mobiltelefonra. A felhasználó 5 személlyel oszthatja meg ezeket az adatokat, így például a kezelőorvos is ellenőrizni tudja páciense elmúlt időszakának cukorértékeit. A kontrollok során ezek ugye visszakereshetők, ez letölthető, rögzíthető, összehasonlítható, hogy az elmúlt hónapban hogy nézett ki, és most hogy néz ki ez a bizonyos szöveti cukorgörbe. Tehát nagyon-nagyon nagy segítséget jelent a gondozásban, ha folyamatos cukormonitorral rendelkező gyerekek adatait tudjuk elemezni. A kritikus pillanatokban a rendszer SMS-ben értesíti a hozzátartozókat, Simon esetében az édesanyját. Andreának csak jó tapasztalatai vannak a szöveti cukorszintmérővel kapcsolatban. Most már látom a görbe alakulásából, hogy hogyan alakul az étel felszívódása, és erre hogyan hat a gyógyszer felszívódása, és hogy ez mennyire gyors, lassú, és hogyan tudjuk ezt összehangolni. Megváltozott a gyógyszerbeadás rendje. Plusz étkezést kellett beiktatni, mert hogy látjuk, hogy minden nap ugyanakkor elkezd esni a cukrot. Ennek az új rendszernek köszönhetően nem csak otthon tudják könnyebben kezelni Simon állapotát, hanem az óvodában is. Az eszköz azt mutatja, hogy per pillanat jó a cukorértéke, de jelzi a zuhanó tendenciát, akkor biztos, hogy csúsztatunk a fejlesztési szituáción. Mert mondjuk most úszásra menne, de kódolható, hogy mire leér az úszodába, addigra le fog esni a cukorértéke annyira, hogy akár ez egy veszélyes állapot is lehet, vagy hát nagyon passzív lesz. Hosszú évek, évtizedek alatt a magas vércukorszint elégtelen beseműködést, érrendszeri megbetegedést és látás problémákat okozhat. Ezzel az új eszközzel, azaz a folyamatos monitorozás lehetőségével minimálisra csökkenthetők ezek a kockázati tényezők. A folyamatos cukormonitorizálás olyan segítséget jelent az egyes típusú diabétesz ellátásában, ami igazából minden legalább 10 év alatti egyes típusú diabéteszes gyereknek jár. Andreáék nem tudták önerőből megvenni ezt az eszközt, viszont a 18. kerületi önkormányzat a segítségükre sietett, és átvállalták Simon szöveti cukorszintmérőjének finanszírozását. Amióta folyamatosan ellenőrizni tudják Simi állapotát, azóta a család élete teljesen megváltozott. Ami a legfontosabb az, hogy hihetetlen biztonságérzetet adott. Ez egészen felszabadított minket. Például alszom éjszaka. A szöveti cukorszintmérő segítségével személyre szabott és pontos terápia alkalmazható, ami biztonságosabbá teszi a diabéteszes betegek mindennapjait.